Jó napot kívánok mindenkinek, ez itt az Oltalom Rádió. Vendégeim Beck Judit és Jónás Áron. Mindjárt elmondom, hogy milyen apropóból vannak nálunk. Továbbra is várjuk a leveleiket az infokukac@oltalomradio.hu-n. Köszöntelek az adásban titeket. Köszöntünk mi is, igen. Szóval, Judit, hétköznapi hősök. Léteznek ilyenek? Persze. Hát egyrészt léteznek hétköznapi hősök, de a programunk neve is Hétköznapi Hősök. Ez egy online adománygyűjtő program. Családoknak mély szegénységben gyűjtünk adományt 60 ezer forintig. A története a programnak az körülbelül úgy kezdődött, hogy természetesen itt a MED-ben már nagyon régóta gyűjtenek adományt, de amikor én idejöttem, akkor valahogy így feltűnt, hogy nincsen, nem használják az online rendszereket. Azt gondoltam, hogy bár Magyarországon nem olyan túl nagy az adományozási kultúra és a kedv, de hogy talán tudunk fiatalokat, vagy fiatalabbakat, akik használják a netet, és ez tényleg csak egy gombgyomás, így rávenni arra, hogy egy picit ők is segítsenek. Akkor csináltuk meg 14 körül ezt a programot. Iványi Ábellel és Tóth Marcival először, a két kollégámmal. A problémnek az a lényege, hogy a hozzánk bekerülő családoknak gyűjtünk, mindenki, aki adományozni szeretne, szabadon választhat magának egy olyan családot, aki szimpatikus, vagy akinek jobban szeretne segíteni. Ő maga utalja át ezt az összeget a családhoz, pontosabban hozzánk, és mi adjuk majd oda a családnak. 60 ezer forintig gyűjtünk minden családnak, mint már mondtam. Miért pont ezt az összeget határoztátok, meg volt ennek valamilyen oka? Hát először 50 ezer forint volt, így azt gondoltuk, hogy 50 ezer forintból még annó egy ilyen komolyabb bevásárlást meg lehetett csinálni. Amikor még kezdtük, akkor 50 ezer forintból még akár egy mosógépet is ki tudtunk hozni. Nagyon sok háztartásban problémás volt mosógép, tűzhely, egyéb ilyen dolgok, amik így fontosak a sok gyerek mellett. Aztán utána, ahogy így láttuk, hogy már az 50 ezer forint lassan nem elég a dolgokra, egy picit megemeltük 60 ezer forintra, de most azt látjuk, hogy ez a 60 ezer forint, ez a maximum, amit kérhetünk, mert hogy az utóbbi időben egy picit le is lassultak az adakozások, tehát nehezebben gyűlnek össze. Természetesen tökéletesen megértjük, hogy most mindenki egy kicsit jobban a saját családjára gondol és félretesz. De maradtunk ennél a 60 ezer forintnál. A 60 ezer forintból igazándiból ma már olyan nagyon mosógépet, tűzhelyt nehezebben tudunk vásárolni, de azért egy kiadós családi bevásárlás, vagy a számlák fizetésére elegendő szokott lenni. És hogyan képzeljük el? Tehát, hogy van egy honlap, amire lehet látogatni, majd igen, ezt el fogjuk mondani, hogy egyébként hol lehet megtalálni. De hogy fönt vannak ezek a családok, és van hozzájuk leírás, vagy hogy hogyan választja ki az az adományozó, aki mondjuk oda téved erre az oldalra? Igen, van egy honlapunk, hétköznapi.hu, ékezetek nélkül természetesen. Ott lehet, akinek segíthetek menüpontban, lehet látni az éppen aktuális családokat, illetve hogyha lefele görget valaki, akkor meglátja az eddig megvalósult gyűjtéseinket is. A családok általában a családsegítőn keresztül, vagy a Facebookon keresztül Messengeren jelentkeznek hozzánk. Természetesen kapcsolatban vagyunk rengeteg családsegítővel, megpróbáljuk leinformálni a családot, hogyha nem tudjuk leinformálni, akkor próbálunk interjút csinálni, mielőtt felvesszük a programba. Onnantól kezdve, hogy felvettük a programba, a családnak tudnia kell, hogy ezen az oldalon fönt lesz a fotója, egy rövid leírás arról, hogy miért kérik a segítséget, illetve van egy Facebook oldalunk is, ahol általában így az adományozók felé szoktuk teljesíteni azt, hogy kitesszük a kész adományozottaknak a fotóját azzal, amit megvásároltunk nekik az átadásnak a pillanatában. Tehát igazából egy ilyen összekötő hídként működtök a rászorulók és a segítők.
Hát részben igen, részben a munkánk az ugye az adományok begyűjtése, és nagyban a kiszállítás is. Ugye a COVID alatt a kiszállításokat így nehezebben tudtuk megoldani, és akkor így át is tértünk egy ilyen rendszerre, hogy nagyon sok családsegítővel kezdtünk el együtt dolgozni. Van, ahol tényleg tehát fordulnak hozzánk az ország minden szegletéből családok, emberek. Van, ahol van családsegítő, van, ahol családsegítő sincs, van, ahol a családsegítő tényleg hajlandó a segítségre, van, ahol visszautasítják ezt mindenféle indokokkal. Természetesen őket is meg tudom érteni, mi nem erőszakoskodunk. Amit tudunk, azt megpróbáljuk mi magunk kiszállítani, megvásároljuk, kiszállítjuk, mert hogy pénzt nem adunk oda a családoknak, tehát hogy a 60 ezer forint értékében 100%-ig tett teljes összegét ők válogathatják meg, hogy mit akarnak vásárolni, vagy számlát befizetni, vagy szemüveg a gyereknek, vagy ruházat, vagy bármi tényleg, ami segítheti a családnak az előre mozdulását a helyzetben. Mondd csak, milyen oknál fogva választja az ember, hiszen én tudom rólad, hogy te grafikusként végeztél méghozzá Izraelben. Hogyan téved egy grafikus, aki tényleg az esztétikum és a szépség irányában meg jelmeztervező, mit tudom, egy csomó minden volt-e, de hogy hogyan jutsz arra a pontra, hogy neked hétköznapi hősökké kell tenned az embereket? Hát nem tudom, szerintem. Valószínűleg ez úgy van, hogy grafikus lettem, de ez volt a másik pálya, ami így érdekelt volna. És valahogy nem ezt választottam, és aztán így egy idő után már voltam eleget grafikus, és most is vagyok egyébként, így szoktam dolgozni, itt a medbe is, meg máshol is. De hogy ez meg a másik pálya, ami így talán fontos nekem, vagy azt érzem, hogy tudok segíteni, vagy jól érzem magam benne, és így értelmét látom. Viszonylag egy kis tábbal dolgoztok, ugye Áron azért jött, mert ő az egyik munkatársad. Te hogy keveredtél be ebbe a programba, hiszen ahogy hallottam, nem beletkezdte Judit? Nem, igazából arról volt szó, hogy én a 7. kerületben dolgoztam egy családok átmeneti otthonában, és Juditékhoz delegáltam onnan családokat, akikkel ugye én kapcsolatban voltam, meg dolgoztam, és így általában az volt a koncepció, hogyha ők kikerültek kiléptető lakásba, vagy önkormányzati lakásba, akkor mondjuk ebben tudtunk nekik segíteni, hogy mondjuk vettek egy hűtőt, gáztűzhelyt, vagy valamilyen bútort, ami éppen nagyon szükséges volt nekik. És akkor mi így dolgoztunk akkor együtt, és bennem megfogalmazódott, hogy nekem nagyon, nagyon tetszik ez a fajta munka, amikor sokkal rugalmasabban lehet az egészet kezelni, és mászkálni lehet jobbra-balra, és megismerni több embert. Viszont akkor ugye még arra nem volt lehetőség, hogy én is beszéljek, szóval csak ennyire vettem benne részt. Aztán 2018-ban hozta úgy az élet, hogy Ábel kilépett, és akkor kerestek meg Juditék azzal, hogy mi lenne, hogyha beszélnék az ő helyére. És igazából te terepmunkás vagy ebben a programban, vagy te is a háttérmunkáját csinálod? Tehát, hogy mit segítesz a kiszállításban, vagy ugye hát azért a családsegítős munkád azért az megfelelő táptalaja annak, hogy te az emberekkel foglalkozz, akiknek a segítségre van szükségük? Hát igazából én is mind a kettő részét csinálom, ugye, ahogy Judit is, tehát, hogy ezt így általában meg szoktuk osztani. Ahogy Judit említette, nyilván a COVID az nagyon átszervezte az egész program működését, kevésbé tudtunk kimenni. De előtte azért elég sokat voltunk úton. Én azt is nagyon-nagyon szerettem, de azt látom, hogy bár a COVID egyébként nagyon sok mindenben rossz volt, a programnak ilyen téren szerintem egyébként jót tett, hogy azért sokkal kevesebb települést tudtunk elérni, úgyhogy mi megyünk ki. Nehéz volt kocsit szerezni, nem úgy tudtuk összeegyeztetni, ugye én is csak félállásban csináltam ezt az egészet, akkor is. Úgyhogy nehéz volt összeszervezni, így viszont tényleg elmondhatom azt, hogy Magyarországnak tényleg a nagy területét le tudtuk fedni, így hogy a családsegítők, akikkel nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk, ők ezekben tényleg nagyon-nagyon sokat segítenek. De ahogy mondta Judit is, az Pest megyében mi szoktuk kivinni általában, ezt én szoktam szervezni,
így Pest megyében, Mátra, Verebé, ezekre a területekre, amik ilyen egy óra kocsi útra vannak, meg ilyesmi, akkor azokat simán meg tudjuk oldani, és nagyon szívesen megyünk, tehát én nagyon szeretek velük beszélgetni. Mik a tapasztalatok egyébként? 14-es indulásról beszélünk, és most 22 van, ugye? Nőtt a rászoruló családoknak a száma? Vagy ez mondhatni így? Időszakoktól függ. Megmondom őszintén, nagyon nehéz erre választ adni. Azt néztem, hogy amióta elkezdtük a hétköznapi hősöket, így nagyjából 100-120 családnak tudtunk segíteni évente, ami tényleg óriási, és nagyon köszönjük az adományozóknak, hogy ezt megtehettük. Voltak hullámok, amikor többen fordultak felénk, de általában van egy ilyen átlagos, tehát hogy így vannak hetek, amikor jobban jönnek, vannak, amikor kevésbé. De mivel mi úgy működünk, hogy 12 családot tudunk fölrakni a honlapunkra, és akkor tudunk következő családot kirakni, hogyha valakinek teljesült és összegyűlt az adománya. Ezért tehát az adományozás menete az egy picit lassú. Karácsonykor, nyilvánvalóan ez sokkal erőteljesebb, karácsonykor így tényleg azt szoktuk érezni, hogy több is az adományozás, és többen is fordulnak hozzánk, mert hogy így valahogy ők is, tehát a családok is tudják, hogy talán karácsonykor több esélyük van, illetve közelednek az ünnepek, és nyilván szükségük van rá, meg tél van. Én azt érzékeltem, hogy rengeteg család, tehát nyilván családoknak segítünk, gyerekekkel, ez a fő profilunk. Ami változott az utóbbi években, hogy egyre több egyedülálló keres meg minket. Tehát azt látjuk, hogy nem csak azoknak a családoknak van szüksége a segítségre, akik sok gyerekkel nehéz körülmények között tényleg nagyon kevés fizetésből kell megoldaniuk mindent, hanem feltűntek az egyedülálló idős emberek, akiknek nincsen segítségük. Az a nyugdíj, amiük van, az most már szinte semmire sem elég. Nyilván azzal, hogy idősebbek lettek, betegebbek lettek, gyógyszeres kezelésre szorulnak, tehát a gyógyszereket tényleg nagyon nehezen tudják kifizetni. Illetve nagyon-nagyon sok olyan családot látunk, ahol gyerekek vannak és az anyuka. Ez egy folyamatos történet. Tehát anyuka sok-sok kisgyerekkel próbálja vinni, cipelni ezt a terhet, és ők kérnek tőlünk segítséget. A COVID alatt és után volt több család, akik úgy fordultak hozzánk, hogy elvesztették a munkájukat, és eddig nem volt problémájuk, de most tényleg szükségük van egy kis segítségre. A programunk úgy működik, hogy egyelőre úgy működik, és ezt akkor fogalmaztuk meg, amikor megnyitottuk a programot, hogy egyszerre csak, tehát egy családnak csak egy alkalmat tudunk biztosítani, mert hogy jönnek újabb és újabb családok. És valahol mi azt gondoltuk, hogy egyszer majd meg fogjuk tudni nyitni ezt, hogy lehet újra, ugyanaz a család újra kérhet még egyszer, hiszen a 60 ezer forintos segítség az messze nem oldja meg az általános problémáikat, és eltelt egy hosszú idő, nyilván lehetnek ugyanolyan vagy hasonló problémába, de nem tudjuk megtenni. Tehát, hogy folyamatosan jönnek új családok, folyamatosan jönnek emberek. Azt tudom mondani, hogy aki hozzánk kerül, annak mindenkinek segítettünk eddig, tehát mindenkinek összegyűjtöttük ezt a 60 ezer forintot. Volt, akinek nagyon hamar összegyűlt, volt, aki hónapokat várt rá. Tényleg nincsen lehetőségünk beleavatkozni az adakozásnak a menetébe. Bocsánat, elmegyünk egy kicsit zenélni, és visszajövünk. Üdvözlöm Önöket, sziasztok! Ez itt továbbra is az Oltalom Rádió. Vendégem Beck Judit és Jónás Áron, a Hétköznapi Hősök nevű meten belül működő segítőprogrammal jöttek bemutatni nekünk. Az észrevételeiket továbbra is várjuk az infokukac@oltalomradio.hu-n. Volt egy kis kavar a nevetekkel kapcsolatban itt, amikor így elmentünk a szünetre zenélni. A technikus kollégánk azt mondta, hogy ő azt hitt, hogy egy együttes jön hozzánk. Szóval, hogy mi van ezzel a hétköznapi hősökkel? Ez nem csak a tiétek, nem csak a... vagy mindenki.
Hát nem, igen, nehéz volt a névválasztás, és igazándiból mi a hétköznapi hősöket nem is magunkra értettük, hanem azokra az emberekre, akik segítségért jönnek, akik tényleg napi szinten küzdenek meg rettenetesen sok és nehéz problémával. Nem voltunk jók ebben a névválasztásban, bevalljuk, de... és csak utána derült ki, hogy több ilyen felállás létezik már sajnos, de akkor már elindítottuk a programot, és nem akartuk változtatni már rajta. Jó, hát ezért igen, jó, 14-ben talán nem, de ma már mindenféle hős program működik, tehát a mindennapi hősök, a roma hősök, vannak a hétköznapi hősök, meg a rockstárok is vannak, de hogy Áron, miért a hétköznapi hősök? Tehát kik válnak hétköznapi hősök? Én úgy tudom, hogy nagyon kevés összeggel is lehet nálatok adakozni. Tehát van egy ilyen minimális, amiből ez a 60 ezer forint összegyűlt. Tehát hogy ez egy nagyon sok ember apró pici adományaiból gyűlik össze, ugye? Jól sejtem? Igen. Nem szabtuk meg azt, hogy ki mennyit adjon. Pont az volt a lényeg, hogy ezeknek az embereknek, akiknek gyűjtünk, az a 500 ezer forint is nagyon-nagyon sokat számít. Mert tényleg minden nap küzdenek azzal, hogy mit tegyenek, mi kerüljön az asztalra mondjuk vacsorára, vagy hogy lesz egyáltalán ebéd. Úgyhogy erre nagyon-nagyon figyeltünk. Ezzel lehet nagyon sokat segíteni, és persze nagyon örülünk annak, hogyha valaki 20-30 ezreket is ad például, mert akkor minél gyorsabban tudunk segíteni. Most így a Covid alatt kicsit megcsappant az adakozóknak a száma, amit egyébként teljesen értünk, mert nyilván ilyenkor mindenki a saját családjára próbál gondolni, és valahogy elevickélni ebben a nehéz helyzetben. De ezt Facebookon is nagyon sok posztban szoktuk kérni, hogy ezt megértjük, viszont vannak olyan családok, akik tényleg akár havonta 20 ezer forintból kell megoldaniuk a 3-4 gyerekszájnak az étkeztetését, kifizetni a rezsit, kifizetni az albérletet, az iskolába elindítani őket, ruhát venni. Nagyon sok olyan családdal találkoztunk télen például, ahol mezitláb szaladgáltak a hóban a gyerkőcök. Nincsen tüzelőfájuk, és különböző műanyagokkal próbálnak fűteni, és hogy bementünk a lakásokba, így tényleg meg tudtunk volna konkrétan fulladni. Nem is értettük, hogy lehet ilyen körülmények között élni, tehát nagyon-nagyon sok ilyet láttunk. A képekkel is ezt próbáljuk, amiket kikerülnek a Facebook oldalunkra, ezt próbáljuk sugallni, hogy nagyon jó, hogyha valaki télen a meleg lakásában van, és viszonylag idilli környezetben tartózkodik, de hogy nem tudom, mondjuk 50-60 kilométerre rallé, meg tényleg ilyen dolgok vannak, nincsen ablak, nincsen ajtó. Ha van fűtés, akkor annak örülni kell, de ilyen nagyon-nagyon rize vagy rossz kályhákkal fűtenek. És Judit említette, ugye, hogy 12 család kerülhet fel az oldalra, és ugye nem újrász, vagy hajrászhatnak újra, de hogy sok a várakozó családotok? Rengeteg, nagyon-nagyon sok most is 10 család van fent jelenleg, aki vár arra, hogy összegyűjjön az összeg, és szerintem most ilyen 20-25 család van a várólistán nagyjából, és ez folyamatosan bővül. Én a tegnap és tegnap előtt is folyamatosan telefonálgattam, mert a családsegítők kérdezgették, hogy küldözhetik-e a családokat, és mondtam, hogy persze nyugodtan, de hogy most nagyon meg vagyunk lassulva jelenleg. De bízunk abban, hogy ez be fog indulni, meg vannak állandó támogatóink, akiknek innen is nagyon köszönjük a segítséget, és nagyon-nagyon örülünk nekik, hogy vannak. Ők nagyon sokszor el tudják azt érni, hogy akár egy nap alatt 10 család is összegyűlhet, és akkor onnantól kezdve foglalkozhatunk azzal, hogy minél gyorsabban eljusson nekik az adomány. Úgyhogy tényleg nagyon sokan, és folyamatosan bővül a lista, tehát hogy mindig nem. És akkor azért vannak olyan helyek, ahol a családsegítő ajánl titeket, vagy hogyan találnak rátok a családok? Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy mit tudom én, oké, most beszélünk Pest megyéről, de hát az is, hogyha ilyen körülmények közül jönnek családok, nem biztos, hogy az interneten, vagy bárhonnan értesülhetnek arról, hogy létezik egy ilyen, ahol a,
a gyors és a ugye a mindennapi élelmet, vagy bármilyen számlabefizetést így meg tudják nekik oldani, hogy többé. Hát gyorsak azért nem vagyunk, mert hogy össze kell gyűjtenünk a pénzt. Lehetségesen gyorsak. Egyébként ez így szájról szájra terjed, tehát hogy egyrészt elmondják egymásnak, hogy van ez a szervezet, és így és így lehet menni. Másrészt tényleg a családsegítők is, azok a családsegítők, akikkel jó viszonyt alakítottunk ki, ők is küldik hozzánk a családokat. Én annyit tennék hozzá ahhoz, amit Áron mondott, hogy tényleg nagyon köszönjük az adományozóknak, és én azt látom, hogy még a COVID ideje alatt is nem hagyott sokkal alább ez az adományozó kedv. Amit látunk, az inkább ami miatt így aggódunk, az a mostani helyzet, hogy most úgy érezzük, hogy így a 14 óta most először tényleg nagyon-nagyon kevés adomány jön most be. Természetesen ezt is értjük, és természetesen értjük azt, hogy COVID után vagyunk, értjük azt, hogy az árak az egekbe emelkedtek, az ukrajnai háború is elvitte egy kicsit a figyelmet a mi programunkról, ami ugyancsak teljesen érthető, de azt is látom, hogy most például, amikor több idősebb ember van fönn nálunk, akik nehezebben kapják meg amúgy is az adományokat, ott például van olyan idős hölgy most, aki hónapok óta várja, hogy 60 ezer forint összegyűjjön kétségbe esetten. Mire gyűjtő egyébként? Ő arra gyűjt, hogy meg tudja venni a gyógyszereit, és ki tudja fizetni a számláit. Ő erre gyűjt most, és ilyenkor nyilván mi is szoktuk szólni nekik, hogy nem tudunk azonnali segítséget adni, tehát hogy nem egyszerűen, hogyha nagyon-nagyon nagy bajba vagyunk, és vannak is azonnali segítség kell, akkor nem tudunk mi segíteni. Mi úgy tudunk segíteni, hogy valamikor valahogy mindenképpen össze fogjuk gyűjteni ezt az összeget, és át fogjuk adni a családnak, de ez nem egy azonnali lehetőség. Ugye említetted ezt az ukrajnai háborút és a gazdasági válságot igazából, ami azért nem csak Magyarországra, de hogy mindenhova kiterjed most már. Elegendő ez a 60 ezer forint bármire? Hogy látod? Azon kívül, hogy mondjuk, hogy a számlákról beszélünk, hát, akkor nyilván azért valami. Igen, adott. Tehát ezt mondtam a beszélgetés elején is, hogy az, hogy most, tehát hogy tűzhelyeket, mosógépet, hűtőt, meg ilyeneket tudjunk venni, az gyakorlatilag most már nem áll annyira rendelkezésünkre. Egy ideig próbáltunk még felújított hűtőket, tűzhelyeket vásárolni. Megpróbáltuk, most már az is egy kicsit nehéz, sőt, nincs is annyi, amennyi kellene, meg ezt le kell nekünk így vadászni, kiszállítani, tehát nem egyszerű a történet. Újat már egyáltalán nem tudunk vásárolni. Az, hogy 60 ezer forintból egy család be tud vásárolni, ez elég egy pár hétig nagyjából. Tehát, hogy a problémájukat nem tudjuk megoldani. Azt nem tudjuk megoldani. Azt tudjuk, hogy ez a 60 ezer forint, az, hogy be tudnak vásárolni, hogy végre normális étel kerül az asztalra, vagy hogy meg tudják venni a gyereknek a szemüveget, ami miatt nem látta az iskolában a táblát, vagy hogy be tudják fizetni a kikapcsolt áramot, és visszakapcsolják neki, ez óriási segítség. Ez óriási segítség. Nyilvánvaló, hogy nem old meg semmit sem, hosszú távon semmiképpen sem, de az, hogy egy picit tovább tudjanak gördülni a saját életükbe, és tovább tudják keresni a megoldást, hogy esetleg azok, akik kiestek a munkából, újra munkába tudjanak állni, és akkor helyreáll a családi rend, ezen tud sokszor segíteni. És az még a kérdésem igazából, és ez nagyon izgalmas szerintem, hogy hozzátok egy ilyen belépő szinten belépnek a családok, ti tudtok-e neki segíteni, hogy hova lépjen tovább? Nem igazán tudunk segíteni. Sőt, akkor sem tudunk segíteni, amikor mi nem tudunk egy családnak segíteni. Adott esetben volt már rá példa, hogy nem tudtunk, vagy azért, mert annyira messze lakott, és nem tudtuk felvenni a család segítőjével a kapcsolatot, nem tudtunk úgy kommunikálni vele, hogy meg tudjuk oldani ezt az egész dolgot.
ennyit tudunk csinálni, és nem tudjuk máshoz se irányítani. Szerintem ez nem szerénykedés nélkül mond, hogy ennyit tudunk csinálni, mert hogy ez azért nagyon nagy segítség. Nézd, ez sokszor probléma, mert kérdezik tőlünk, tehát azok a családok is sokszor kérdezik tőlünk, hogy mit csináljunk, akik másodszor fordulnak hozzánk, és sajnos mi kénytelenek vagyunk elutasítani őket. Ők meg szokták kérdezni, hogy jó, de akkor hova forduljak, és igazándiból nem nagyon tudok mit mondani. Nem is ismerem, bevallom, ott a helyi, tehát a helyi viszonyok vannak, ott, ahol ott van Máltai Szeretetszolgálat, egyebek próbálnak odafordulni több-kevesebb sikerrel, de mert nem is annyira tudják kezelni a netet se, tehát nem annyira tudnak keresni, tehát ha nincs a közelükben egy igazán jó szociális munkás, akkor eléggé elveszettek. Igen. Én ezt csak annyira kapcsolódnék, hogy ugye mivel nekem ez a szakmám jön azért, tehát hogy gyakran próbálok segíteni különböző civil szervezeteket, akiket ismerek, vagy mondjuk van ismerettségem, akkor hozzájuk tudom delegálni őket. Mikor már azt mondom, hogy nekünk ugye ennyi volt, és ennél a 60 ezernél többet nem tudunk. Én azért próbálkozok, szóval, hogy ezen mindig rajta szoktam lenni, hogy vagy felhívni valakit, vagy csak egy telefonszámmal segíteni, hogy valószínűleg ott tudnak valamit majd nyújtani, úgyhogy én azért igyekszem. Után követed ezeket, akiket így megpróbálsz rajtuk segíteni, tehát a családokat így? Után követni nem, tehát azért ennyi családot nem lehetne után követni. Tehát akkor viszonylag sok családnak tudsz ilyenfajta tanácsot. Igen, mert ugye többször vannak olyanok, akik már harmadjára is jönnek, hogy segítsünk, és akkor megint el kell mondanom harmadik alkalommal is, hogy sajnos csak egyszer lehet a programban részt venni, de mondja el, hogy mi a problémája, és akkor megpróbálok rá valami megoldást találni. Ez nyilván valamikor sikerül, van, amikor nem. Van, amikor olyan dolgokat kérnek tényleg, hogy de neki lakás kell, meg ilyesmi, hát itt nyilván szépen kérdezni, el kell. Ezt akartam kérdezni, ezek ilyen nagy anyagi természetű problémák, igen, vagy azért itt ilyen... Igen. Tehát én azt látom egyébként, hogy nagyon-nagyon örülnek a 60 ezer forintnyi élelmiszernek, nagyon-nagyon szerettem azokat a momentumokat, amikor letettük és kipakoltuk az asztalra az éppen megvásárolt élelmiszert, és a gyerekek ilyen hatalmas, kinyílt boci szemekkel nézték, hogy úristen, csoki, és lesz hús, és lehetünk levest, meg nem tudom. Tehát, hogy valahol nyilván szívszaggató, meg megkönnyezteti az embert, hogy van ilyen 2021-22-ben, de közben meg valahogy szép is, hogy ezt mi értük el az adományozóinkkal együtt, és ez nekem mindig ilyen tök jó feltöltődés volt, még akkor is, hogyha egyébként nagyon szegény, meg szomorú körülmények között élnek, de igen, azt látni kell, hogy nagyon örülnek ennek a 60 ezernek, de utána, amikor egyszer segítünk, akkor utána már jönnek, és már nem csak a 60 ezer, hanem segítsünk már akkor ebben is, ebben is, ebben, ami teljesen érthető, de ilyenkor mindig el kell nekik magyarázni, sajnos mi se vagyunk mindenhatók, úgymond, úgyhogy... Hát sőt, nem vállalhattuk az állami feladatot, tehát hogy ez abszolút, egy ilyen kuriózom, hogy tényleg, hogy egyének 500 forinttól akármeddig adakozhatnak. Nekem volt egy tapasztalatom egyébként a hétköznapi hősökkel, ugyanis én ajánlottam egy családnak, hogy jöjjön be hozzátok, mert nagyon nagy bajban voltak, ott is 6 pici gyerek volt, és nem Pest megyében, és nem vidéken, hanem Budapest belső kerületeiben az anyuka egyedül nevelte őket. És akkor te hívtál engem, hogy van egy angyalotok, aki mindenkinek kimaxolta ezt az igényét. Igen, tehát az mindenképpen, néha megjelennek nálunk angyalok, mi csak angyaloknak hívjuk őket. Ők egyszer csak ott teremnek, és tényleg látjuk, mert hogy az oldalunkon lehet látni, hogy hol tart az adományozás, tehát hogy mennyi gyűlt össze egyes családoknak, és akkor egyszer csak látjuk, hogy puff, eltűntek a családok, mert hogy összegyűlt az adományuk, tehát jött valaki, aki végigment a családokon, és a maradék összegeket, ami még hiányzott a 60 ezer forinthoz, azt hozzátette. Ez mindig nagy öröm, ez tényleg mindig nagy öröm, mert ilyenkor látszik, hogy így tudunk segíteni, a családok repesnek a boldogságtól. Volt olyan családunk, aki pont egy-két nappal azelőtt került fel, többször is volt ilyen, hogy jött egy ilyen angyal, és el se hitte, hogy ilyen gyorsan összegyűlt neki, és hogy tudja rendezni a számláit, tud venni élelmet a gyerekeknek. Nem is hitte, azt mondta, hogy ez olyan, mintha egy csoda történt volna. Igen, nagyjából én is azt érzem, hogy ezek ilyen csodatörténetek, és az a kérdésem felétek, hogy a jövőre nézve, és minden nehézség ellenére, mert nyilvánvalóan ezek hétköznapi emberek, akik adakoznak, és ők is most jelenleg
nehézségekkel néznek szemben, és leginkább a rajtuk kívülelő okok miatt, hogy mi a terv? Tudtok-e fejlesztődni? Mentek-e még előre? Lesz-e nagyobb stáb? Hát folyamatosan gondolkodunk, hogy hogyan és mit kéne csinálni. Egy dolgot nem tudunk befolyásolni, nem tudjuk az adományozási kedvet jobban növelni. Nem, tényleg nehéz erre választ adni, mert mondhatnám, hogy persze akarnánk terjeszkedni, csinálni, de jelen pillanatban úgy érzem, hogy addig, ameddig valahogy az ország egy kicsit így szemléletében nem fog változni, tehát hogy így nem látjuk meg azokat, akik ott vannak mellettünk, akiknek tényleg csak egy picit kell segíteni, és tudom, hogy mindenki kér, mert már másképp nem lehet egyszerűen megoldani, tehát nem tudnak elmenni nagyon sok esetben az önkormányzathoz, mert ott nem fogadják őket, tehát hogy nincs más lehetőségük, és ezt el kell tudnunk fogadni, hogy egy ilyen időszakban élünk, ahol felelősek vagyunk a többiekért, másokért, akiknek talán nincs annyi, vagy rosszabbul sikerült összerakniuk a dolgokat, vagy megcsúsztak valamin, mert bármelyikünkkel előfordulhat. Csak erre tudok jelen pillanatban gondolni, hogy szólunk, szoktunk posztolni erről, eljövünk ide a rádióba. Tehát minden fórumot megpróbálunk megragadni azért, hogy megkérjük az embereket, hogy csak egy picit. Nem is az a fontos, hogy nekünk, hanem hogy bárki más, bárkinek, akinek szüksége van rá, segítsen. Én úgy gondolom, hogy Judittal nagyon sokat szoktunk erről beszélni, hogy mit lehetne fejleszteni, hogyan tovább. Az elmúlt egy évben is szerintem egy hatalmas ugrást értünk el a megyék tekintetében, hogy hol vagyunk elérhetőek. Én úgy gondolom, hogy a cél meg a terv az továbbra is az, hogy ezt folytatjuk, és próbálunk minél több családsegítővel jó kapcsolatot kiépíteni, és minél több megyében ott lenni. Valamint az utóbbi időszakban volt arra példa, hogy elkezdtünk kísérletezni olyan dolgokkal, hogy nem egy adott családnak gyűjtünk, hanem mondjuk 60 ezer forint helyett 120 ezer forintot gyűjtünk, és egy teljes falunak az elérését biztosítjuk. Volt is egy ilyen projektünk, ami egyébként nagyon-nagyon sikeres volt. Abban a családok kaptak mosószert, meg egy-két élelmiszert, valamint ott az iskolában is volt egy ilyen csomag, amit le lehetett tenni, és ez pont arra szolgált, hogy nagyon sokan vannak, akik úgy mennek iskolába, hogy nincsen reggeliük, és akkor ezeknek a gyerekeknek tudnak adni, valamint például a női higiéniás eszközöknek a tára is, ugye ezeknél az embereknél nagyon hiányos, úgyhogy erre is hagytunk ott egy csomagot. És nagyon szeretnénk egyébként olyan szervezetekkel is akár együttműködni, akikkel még nagyobb tábort tudunk elérni, vagy ők jobban benne vannak, és akkor velük együttműködve lehetne. Szóval szerintem itt tervekről ilyen részekben lehetne beszélni. Úgy gondoljuk, hogy így nagyon bővülni nem kell, mert a program az pont elég ahhoz. Tehát, hogy két ember el tudja vinni. Persze egyébként sokkal jobb lenne, hogyha lennének még 10 rajtunk kívül, és mondjuk nem nekünk kéne a szállítást megoldani, hanem lenne 10 sofőr, akik így viszik, és nem tudom, de úgy gondolom, hogy ezt is szerintem nagyon-nagyon szépen megoldottuk, így enélkül is, úgyhogy így inkább ez a fejlődésnek a része, meg erre szeretnénk törekedni, hogy tényleg minél több helyen ott lenni. Nekem egyébként nagy álmom, hogy Magyarországon 100%-ban ott legyünk mindenhol. Tehát... Hát én sok sikert kívánok nektek, és akkor mondjuk el szerintem még egyszer, ha már megragadtuk az alkalmat, és a rádióba eljöttek a Hétköznapi Hősök című program felelősei, hogy hol találnak meg titeket, hol tudnak titeket utolérni? Van a www.hetköznapi.hu oldal, ahol a családokat lehet megtekinteni, illetve ott látnak róluk egy kisebb leírást, egy képpel, itt lehet adakozni is, valamint a Facebookon Hétköznapi Hősök program néven futunk, itt folyamatosan próbálunk kommunikálni az adományozókkal, ide kerülnek fel azok a képek, amik az átvételről készültek, itt is mindig egy ilyen kisebb beszámolót szoktunk írni, hogy ki mennyire örült, mennyire semmit kapott, többi, és a különböző aktualitásokról is itt szoktunk beszámolni, itt szoktunk
Igen, tehát hogy ez a két platformunk van, ami a leginkább elérhető. Gondolkozunk még Instagram oldal készítésén, meg ilyesmi, ezek így még terve vannak. Jelenleg most ez a projekt egy kicsit áll, de nagyon szeretnénk ezt is beindítani, hogy minél több felületen ott legyünk. De hogy jelenleg ez a kettő, amin szóval nagyon érni. Köszönöm, hogy itt voltatok, és természetesen, aki nem tudta megjegyezni, hogy hol találja a hétköznapi hősök.hu-t, én is elmondom még egyszer, az írhat nekünk az infokukacoltalomradio.hu-ra, és mi átirányítjuk Juditnak és Áronnak az információkérést. Köszönöm, hogy itt voltak velünk. További szép napot, és köszönöm, hogy ti is eljöttetek. És mi is köszönjük a lehetőséget. A lehetőséget, igen. Sziasztok! Oltalom Rádió.